A januári települési akció oltónapokon az első, a második és a harmadik oltást is fel lehet venni, előzetes időpontfoglalás nélkül helyszíni regisztrációval. A házi orvosokra vonatkozó szabály, hogy januárban legalább egy pénteken és egy szombaton kötelező oltaniuk. Pakson azt a házi orvosi kérést tolmácsolta a város polgármestere, lehetőség szerint mindenki saját házi orvosához forduljon, és a könnyítés véget előzetesen jelentkezzenek. Egy péntek és egy szombati napon kötelesek oltani, pénteken 14 órától 18 óráig, szombaton pedig 10 órától 18 óráig kell oltaniuk. Pakson a 9 házi orvos a következő időpontokban várja a lakosságot. Dr. Szilágyi Szabolcs, Puskásné, Dr. Szőcs Teodóra január 14-én és 15-én olt saját rendelőjében. Dr. Juhász Katalin a Váci Mihály utca egy szám alatt olt mindkét napon, 21-én pénteken a paksiakat, 22-én szombaton pedig a dunakömlődieket. Január 28-án és 29-én Dr. Fodor Ágnes, Dr. Ciglár Csaba, Dr. Farkas Éva Edina, dr. Palkó Ágnes, dr. Lendvaisz Tanú Krisztina és dr. Barok Józsefhez mehet oltásra a lakosság. A Paksi Gyógyászati Központban januárban minden csütörtökön, pénteken és szombaton lehet oltásra jelentkezni, és már a héten megkezdik a munkát. Ötféle oltóanyagból lehet választani. Természetesen a választást a szakorvosi előzetes kikérdezés is befolyásolja, mert a szakorvos a rendelkezésre álló információk alapján dönthet másként és javasolhat mást. A gyógyászati központ bőrgyógyászati várójában bárki jelentkezhet oltásra. Itt 12 éven felüli gyermekeket is oltanak csütörtökön és péntekenként 14-től 18 óráig, szombati napokon pedig 10-től 18 óráig. Az 5-11 éves gyermekek oltása házi gyermekorvosi praxisban történik. Az időpontfoglaló honlap is működik, ezt is lehet használni, de nem kötelező.